Középiskolai tanulmányaik talán legnehezebb pontjához, a szóbeli érettségi vizsgához érkeztek az 5. István közgazdasági és informatikai szakközépiskola végzősei. Az oktatási intézményben idén 3 osztály 86 utolsó éves diákja érettségizik, ezentúl szép számban vannak olyan alsóbb éves diákok, kik éltek az előrehozott érettségi lehetőségével. Kötelezően választott tárgyak azoknál, akik rendes érettségi vizsgát tesznek, magyar, matematika, történelem is az általunk oktatott két idegen nyelv, angol, német valamelyike. Az 5. tárgyak választéka meglehetősen széles, bár az idén rajzból éppen nincs érettségiző, de ezen túlmenően majdhogy nem minden olyan tárgyból van érettségiző diákunk, amely tárgy a pedagógiai programunkban szerepel, tehát testneveléstől kezdve biológián, fizikán át a szakmai alapozó tárgyakig. Azon diákok, kik már túl voltak a vizsgán, megkönnyebbülve, de izgatottan vártak eredményeikre. Azon tanulók pedig, kik várták, hogy sorra kerüljenek, izgóval vártak sorukra, bízva abban, hogy a számukra megfelelő tételt húzzák. Csak június 1-től kezdtem el sajnos, kezdhettem volna hamarabb is, de nem tettem. Én már tavaly előrehozottan biológiából érettségit tettem, így már csak 3 maradt nekem, a magyar, a töri és a német. A szóbeli érettségi vizsgával párhuzamosan OK-s vizsgák is zajlottak a Keriben. Az országos képzési jegyzékben szereplő szakképesítések közül 2 szakképesítés vizsgájára kerül sor ebben a vizsgaidőszakban. Az ügyviteli titkár OK-i vizsga múlt héten megtörtént, valamennyi jelölt eredményes vizsgát tett és középfokú szakképesítést szerzett. Az AIFS, tehát felsőfokú szakképzésben résztvevő szakügyintéző, pénzügyi szakügyintéző diákjaink szóbeli OK-i vizsgája 2 napos. Első nap a diplomamunkájuk védésére és prezentálására került sor, valamennyi jelölt. Úgy tűnik, hogy sikeresen, talán az elvárhatónál valamivel még jobban is teljesítette ezt a vizsgarészt. Az OK-s vizsga 2. napján az érettségihez hasonlóan tételt kellett húznia a vizsgázóknak, így módon is számot adva tudásukról.